képzés elején az elméleti tárgyak, honvédelmi jogi, illetve logisztikai ismeretek voltak túlsúlyban. Ezen a héten azonban már a terepfoglalkozásoké volt a főszerep. Abszolút motiváltak, mindenki a saját teljesítőképességének a csúcsát nyújtja. Természetesen tisztában voltunk vele, hogy eltérő fizikai állapottal rendelkeznek, hiszen különböző korosztályból különböző felkészültséggel rendelkeznek, ezért is fontos szempont volt, hogy folyamatosan fokozatos követelmény támasztással fejlesztjük az erőállók fel képességüket, és gyakorlatilag ez úgy gondolom, is sikerült is. Csütörtökön alapszintű gyakorlatot hajtottak végre az önkéntes tartalékosok. akik képzendők négy különböző helyszínen forgórendszerben bővítették ismereteiket. Megtanulják a gépkarabék tüzelési testhelyzeteket felvenni, és illetve abból tüzet nyitni, valamint mivel jövő héten már kedden éles lövészet kerül levezetésre, ezért az alap lőgyakorlat alaki végrehajtását is begyakoroltatjuk velük. Szakál Viktória jelentkezéskor könnyebb képzésre számított, de így is tetszik neki mindaz, amit eddig a katonaságnál megtanult. Az állóképességem nagyon-nagyon sokat javult meg hát a katonai tudást. Azt, azt nagyon megkapjuk. Póka Veronika is hasonlóan élte meg az elmúlt heteket, de a nehézségek ellenére úgy érzi, hogy sokat fejlődött, és egyre inkább kezdi megszokni a katonai mindennapokat. A civil életből bekerülni egy ilyen környezetbe, az mindenképpen egy, mindenképpen egy újdonság szerintem mindenkinek. Megszokni azt, hogy parancsszóra történik minden ez szintén. A reggeli tesiket megszokni szintén nehéz volt, de összességében nagyon jó társaság jött össze, úgy gondolom. Nagyon jók a, a, az elméleti oktatáson is, maximális tudásukat adják le a, az oktatók. A 42 közkatonából a három hét alatt öten bontottak szerződést különböző magánéleti okokból. Ez a lemorzsolódási adat az országos statisztikákhoz képest alacsonynak mondható. A hat es alapkiképzés augusztus 7-éig tart.